Szecessziós utazás a könyvtárban címmel nyílt kiállítás és játékos utazás Gödöllőn a Költészet napján. Országszerte több mint 1 millióan támogatják a Fidesz rezsicsökkentéssel kapcsolatos törekvését. Kerényi Imre rendkívüli osztályfőnöki óra keretében mutatta be a diákoknak az alaptörvény illusztrációit. Továbbra is nyeretlen a felsőágban a gödöllői Bikák futsal csapat. Nem sikerült a hajrá, ismét lemaradt a dobogó legfelső fokáról a Teva gödöllői röplabdaklub női csapata.